Egy bánya udvarba érkeztünk, mert hát ugye Badacsonyt egykoron bányázták. De ahhoz, hogy a bányászatról beszéljünk, azért néhány mondatban elmondanám, hogy milyen vulkáni folyamatok hozták létre ezt a hegyet, amelynek most már csak egy ilyen roncsát látjuk, mert az eredeti vulkáni felépítmény az nem ekkora volt. Én azt szoktam mondani, hogy amit itt most látunk, ez már egy gyökér régióig leroncsolt vulkáni szerkezet. No, hát akkor, hogyha a vulkanizmusról beszélünk, ugye mondtam már az elején, hogy a Balaton felvidéki nemzeti park területén 130 vulkáni kitörési pont van. És ezek közül az egyik a Badacsony. Ez a vulkáni folyamat, ami itt a Balaton felvidéken létrehozta ezeket a vulkáni szerkezeteket, 7,8 millió évvel ezelőtt kezdődött, mégpedig a Tihanyi félszigeten. Ugyanis ez a vulkáni folyamat időben és térben elhúzódott. A Tihanyi félszigeten kezdődött, ugye az 7,8 millió év, a Badacsonynak a kora 3 millió 450 ezer év. Tehát jócskán később történt ez a dolog. No, úgy kell elképzelni ezt az ősföldrajzi környezetet, hogy a Pannon Beltó ekkor már visszahúzódott. Tehát itt semmiféle Pannon Beltó nem volt már ezen a területen. Úgy mondanák, ez egy ilyen alluviális síkság volt, de a mélyben lévő kőzetek még nedvesek voltak. És ez fontos a számunkra, ugyanis 7,8 millió évvel ezelőtt, amikor Tihany területén megindulnak a mélyből ezek a robbanásszerű kitörések, akkor ugye ez az anyag találkozott ezzel a nedves réteggel, és ebből következőleg egy pokoli heves kitörések voltak, de azt hangsúlyozni kell, hogy lávaömlés nem volt. Tehát nincs lávaömlés az első folyamatban, hanem kialakul, hogy a mélyből kidobódott, kirobbanó kőzetekből egy ilyen úgynevezett tufagyűrű szerkezet alakul ki. Ezt úgy hívják tudományosan, hogy már. Tehát már. Ez az összes vulkán már vulkán, amit itt látunk. Franciaországban, Németországban találunk jelenleg ilyen Eiffel-hegység például, ez egy tipikusan ugye, ilyen szerkezetű. Tehát az első szakaszban nincsen láva anyag, és miután az egész folyamatot a nedvesség generálja, ezért ezt úgy mondjuk tudományos néven, hogy freatomagmás vulkanizmus. A második szakaszban történik a lávaömlés, ez Tihanynál nem következett be, tehát Tihanynál nincs láva anyag, és ez a láva szépen kitöltötte, úgy szoktam mondani a diákcsoportoknak, hogy a lavort. Kitöltötte a lavort, és kialakul a lávató. Hát a lávatónak a roncsát látjuk itt jelenleg, ha fölnézzünk a falra. És akkor volt még egy harmadik fázis is, ami a Badacsony és a Szentgyörgyhegy tetején nagyon jól megfigyelhető, ha fölmennénk, akkor látnánk, amikor már jóval kisebb volt az anyagszolgáltatás, viszont kén-dioxidban és szén-dioxidban nagyon gazdag volt az anyag, és ezért egy ilyen lyukacsos kőzet alakul ki, ezek egyébként lávafröcskupok, tehát salaklávafröcskupok, amelyek a hegynek a tetején vannak, ekkora hatalmas kőtömböket fölveszünk, és szinte dobálni tudjuk a kezünk, annyira könnyű, ezért népnyelven kenyérkőnek is nevezik, tudományos néven egyébként hopoka, bazalt. De hogy bazalt-e az a kőzet, amit itt látunk? Ugye ez a nagy kérdés. És a válasz az, hogy nem. Magyarországon nincs bazalt. De Európában sincs bazalt. Kivétel Izland. Csak Izlandon van bazalt. De elmondom miért. Ugyanis a bazalt láva az mindig óceáni hátságokhoz kötődik. Na most ugye itt, ezen a területen óceáni hátság nem volt. Hiszen ugye a vulkanizmus hogyan szok létrejönni? Általában ugye az embereknek a tudatában az van, hogy lemez határokhoz kötődik, ugye lemez lebukási, szubdukciós övekhez, és ott ugye megindul a láva. Na most itt viszont, ahol vagyunk, ez egy lemez belső. Ez úgy is hívjuk, hogy ugye intrakontinentális monogenetikus alkáli bazalt vulkanizmus, amit lejátszódik. Tehát ugye a monogenetikus az az, hogy egyszerű működés. Tehát hiába három fázis, ez egynek felel meg. Egy folyamatnak felel meg. Ugye az intrakontinentális meg lemezbelsőt jelent. Tehát itt nincs szubdukciós öv, nincs lemezlebukás ezen a területen, hanem maga a lemez ütődött át a vulkáni folyamat során. Jó? De most ebből kifolyólag, ha megnézzük a kémiai összetételét ennek a kőzetnek, akkor látjuk azt, hogy nagyobb az alkáli földfém és a földpát tartalma, mint a bazalté. Ebből kifolyólag ez a kőzet bazanit. Tehát ez bazanit. Én is bazaltot fogok mondani, meg mindenki bazaltot, de mindenki rosszul mondja innentől kezdve, mert ez bizony bazanit.